most fordult elő először, hogy valaki a megverésemre buzdítson. Sejtettem, hogy eljön ez az idő, de nem hittem volna, hogy éppen akkor, amikor egy szívecskés pólóban állok némán 2 órán át. Sokat gondolkozom rajta, hogy mennyien élhetnek ebben az országban azok, akik legszívesebben megütnének, ha kiírnám magamra, hogy a TASZ-nál dolgozom. Ez a szám most Bájer Zsoltnak köszönhetően biztosan növekedett. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön. Bájer Zsolt szerint a taknyomon és a véremen kell engem kirángatni. Bájer Zsolt szerint szanaszét kell verni a pofámat. Semmi finomkodás. Ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat. A szavak ereje hatalmas. A szavak forradalmakat robbanthatnak ki, felszabadíthatnak, de a szavakban élő állami propaganda az elnyomás leghatékonyabb eszköze. Amikor a hatalom birtokosai azt mondják, hogy vannak olyanok, akiket szabad bántani, a követőik hallgatnak rájuk. A történelem ezt számtalanszor bebizonyította. Nem hagyhatjuk szó nélkül az úszítást. Nem tűnhet úgy, hogy ezt bárki megengedheti magának. Ahogy politikusok sem lögdöshetnek újságírókat, úgy államilag kitüntetett vezető propagandisták sem fenyegethetnek békés civileket. Nem ijedtünk meg. Ha ellenünk uszítanak, az csak megerősít bennünket abban, hogy ezzel a hatalommal szemben erőszakmentesen, de határozottan kell fellépnünk. Ezt tettük eddig is, ezt tesszük ezután is. Aki néma tiltakozókat fenyeget erőszakkal, az fél. Mielőtt véresre veretnél minket, üljünk le egy kávéra és beszélgessünk arról, hogy te mitől félsz, Zsolti.